Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sziszi podcast magyarul tanulóknak. Az előző héten nem volt videó podcast, mert havonta egyszer csak members only podcast van Patreon tagoknak. Ezek audio formátumban vannak, 4-10 perces epizódok, amiket csak Patreonon osztok meg. Ha nem akarsz lemaradni egy epizódról sem, akkor a leírásban megtalálod a linket, ahol lehet csatlakozni. A mai epizódban megosztok veletek 5 hasznos köznyelvi informális kifejezést, és hogy milyen helyzetekben lehet használni ezeket. Főleg olyan kifejezésekről lesz szó, amiket arra használunk, hogy felvezessünk egy témát, elkezdjünk beszélni valamiről. Majd írd meg kommentben, hogy hányat ismertél már, vagy hallottál már, és melyik volt új. Na, kezdjük is akkor a mai epizódot. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/hungarianwithcici. Az elsőt szerintem mindenki ismeri, ez lesz a legkönnyebb. Amikor mesélünk valamit, akkor sokszor úgy kezdjük a mondatot, hogy képzeld. Vagy ha két embernek, vagy több embernek mesélünk valamit, akkor azt mondjuk, hogy képzeljétek. Például. Képzeld, veled álmodtam tegnap. Tényleg? És mit álmodtál? Azt, hogy meghalsz. Bocsi a morbid példáért, de már elkezdtük feldíszíteni a házat Halloweenre, meg a szomszédok is, és hullák vannak mindenhol, úgyhogy már hangulatban vagyok. Ezt a kifejezést persze nem nehéz megtalálni, ez biztos tankönyvekben is benne van, de ezt azért akartam belerakni a mai epizódba, mert szerintem tök jó példa arra, hogy bár ez felszólító mód, nem kell az egész felszólító módot megtanulni előre. Nyugodtan ki lehet választani azokat a szavakat, amik neked hasznosak, és azokat megtanulni, és majd később egyre több szót fogsz tudni, és össze fog állni szépen lassan, nagyon lassan, a nyelvtan is. De nem kell gyorsan. Spanyolul sem a legkönnyebb téma a felszólító mód egyébként, és viszont már A2-es szinten is tudtam azt, hogy képzeld, imagínate. És nekem ez elég volt, és tudtam használni. Úgyhogy mindig azt gondolt végig először, hogy mit szeretnél mondani, és ahhoz tanuld a nyelvtant, ne fordítva. A második kifejezés az, hogy csak azt akartam mondani, hogy... Vagy ez is lehet, hogy csak azt akartam kérdezni, hogy... Lehet használni élőbeszédben, telefonon, írásban, cseten vagy hangüzenetben is. Élőbeszédben egy olyan szituációt tudok elképzelni, hogy tanulok otthon a szomámban, és anyukám benyit. Mit csinálsz? Házit írok. Jó van, csak azt akartam mondani, hogy lassan kezdjél készülődni, mert fél órán belül indulunk. Vagy ha látom, hogy van egy nem fogadott hívásom egy barátnőmtől, és visszahívom. Szia, most láttam, hogy kerestél. Mizu. Ja, semmi, csak azt akartam kérdezni, hogy mi a címe annak a filmnek, amit ajánlottál múltkor. Most ültem le megkeresni, de nem emlékszem, mit mondtál. Ja, oké, és mindjárt elküldöm WhatsAppon. A harmadik kifejezés az, hogy figyelj, aminek van két slang verziója is, a figyú és a figyi. Én használom mindhármat, és szerintem a figyú verziót talán többen használják, de abszolút elterjedt mindkettő. Lehet arra használni, hogy bevezesd a véleményed arról, amit a beszélgető partnered mondott. Képzeld, tegnap rám ért az exem, nem tudom, hogy mit csináljak. Hát figyelj, azt csinálsz, amit akarsz, de szerintem hülyeség lenne válaszolni. Sokszor elérakjuk a hát szót is a köznyelvben, hát figyelj, hát figyi. A figyú és a figyi szavak pedig néha csak annyit jelentenek, mint angolul a hey. Tényleg csak egy figyelemfelhívás, hogy el fogsz kezdeni beszélni, hogy figyeljen rád a beszélgető partnered. Figyelj, szerinted ez jól hangzik így magyarul? Megnéznéd, amit írtam? Igen, jól értem mindent. Szerintem ezt talán kicsit nehezebb jól használni külföldiként. Ezt közeli barátokkal használjuk inkább, vagy lehet a pároddal is, szüleiddel, férjeddel, feleségeddel, testvéreddel. Az anyósomnak, vagy az apósomnak például nem mondanám. Szerintem
Legalábbis azt, hogy figyú és figyi biztos, hogy nem. Amúgy én szoktam ilyet csinálni, hogy megpróbálok használni valami új kifejezést vagy szlenget, amikor a férjemmel beszélek angolul, és megfigyelem a reakcióját, hogy furcsán néz, vagy nevet, vagy hogy fog reagálni, és utána elmondom neki, hogy az volt a célom, hogy ezt és ezt a szót akartam használni, és megkérdezem, hogy hogy hangzott neki, milyen érzés volt, hogy ezt mondtam. És akkor nagyon sokat lehet tanulni a visszajelzésből. Volt már, hogy azt mondta, hogy ezt csak idős nénik mondják, és akkor tudom, hogy ez hogy hangzik. Vagy hogy olyan szituációban fogom tudni használni, amikor viccesen, direkt úgy akarok beszélni, mint egy idős néni. De persze nem muszáj használni, az is elég, ha érted, amikor neked mondja valaki, vagy egy filmben, videóban hallod. A negyedik kifejezés az, hogy hallod? Ezt is sokszor szoktuk használni, amikor mesélünk valamit a barátainknak. Persze van normális jelentése is, amikor tényleg azt kérdezzük valakitől, hogy nem tudom, mi ez a zaj? Te is hallod? De most ennek a szónak egy másik funkciójáról akartam beszélni, ami slang. Enélkül is értelmes lenne a mondat, inkább töltelékszó, és ha angolra kéne fordítanom, nem azt mondanám, hogy ez olyan, mint a listen. Szerintem inkább olyan, mint amikor angolul azt mondják, hogy dude. Csak azért mondom, hogy hát, ha kicsit segít megérteni a stílusát. Dude, yesterday's party was crazy. Ezt úgy mondanám magyarul, hogy hallod, nagyon para volt a tegnapi buli. Kiejtésem miatt ne bántsatok, csak segíteni próbálok. Köszi. Nincsen nagyon konkrét jelentése, tényleg inkább hangsúlyozzuk, vagy bevezetjük vele, amit mondani akarunk. Ez is nagyon informális. És rákerestem WhatsAppon, hogy milyen kontextusban használtuk ezt a barátaimmal, és sok olyat találtam, hogy fú, hallod, vagy jaj, hallod, hogy ezzel indítottunk, mielőtt elmeséltünk egy meglepő sztorit. Fú, hallod, meséltem neked, hogy mi volt az Ádámmal? Nem, csak mondtad, hogy meccseltetek Tinderen, és fogtok találkozni. Mi volt? Fú, hallod, nagyon gáz volt. Vagy mutatok egy példát egy WhatsAppos beszélgetésemből egy barátommal. Egyik barátnőmmel beszéltünk arról, hogy elegünk van a kapitalizmusból, és egyikünk sem akar dolgozni. Bogyókat akarunk szedni az erdőben, és énekelni a tűz körül. Hallod, ugyanezt, csak én a hegyekben túráznék minden nap. Az ötödik kifejezés pedig az, hogy az van, hogy. Ezt viszonylag egyszerű lefordítani angolra. The thing is, the situation is. Viszont nyilván nem biztos, hogy mindig ugyanúgy lenne angolul, ahogy magyarul. De segít a fordítás, mert tényleg ezt jelenti magyarul is. Szintén arra használjuk, hogy bevezessünk vele valamit, amit hozzáadnánk a témához, vagy elmondjuk a véleményünket. Hallod, most akkor mi van a Gergővel? Jártok, vagy randiztok másokkal is? Nem tudom, már vagy háromszor megkérdeztem tőle, de soha nem ad egyértelmű választ. Hát, figyelj, szerintem az van, hogy igazából nem akar komoly kapcsolatot, de nem meri kimondani. Utálom a férfiakat. Na, itt a vége. Remélem, hogy hasznos és érdekes volt ez az epizód. Ha igen, akkor ne felejts el 5 csillagot adni Spotify-on, vagy lájkolni a videót YouTube-on, mert nagyon sokat segítesz vele. És írd meg kommentben, hogy melyik kifejezés volt új, vagy melyiket hallottad már magyaroktól esetleg. Nem sokára találkozunk a következő részben, addig is szép napot. Sziasztok!